くりとそれぞれ告白します。告白したくそで冷静に冷静に感じる意識はこれを不幸の主役を入れてし寝る自分を見ているといいです。衛生クレーサー好きなりその他僕は無事に自分を出てくるという感触と衛生ちょっと薄いさを覚えているというのを出てくる。今はパブみたいに冷静が出てくるまた Kérem felsorozatokban számos írást jelentetnek, és sok hazai és külföldi előadással. Tudomány történet publikációiban, többek között foglalkozott Bajzoltán ötösorán a teljesítői Radonyos és Ignerényő életének munkásságával, és jelen előadásának címe Ignerényő a Fasori Díján. Kérem. Elnök úr, kedves diákok, kedves kollégák! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy megtiszteltetés ez, hogy felkértek arra, hogy Wigner Jenőről, a Fasori diákról beszéljek. Itt látható a Fasori diák, és egy különleges oldal az 1920. évi iskolai évkönyvből, mert 8. osztályban a dupla V-nél ott egész alul tetszenek látni a Wigner Jenő nevét, és egy sorral följebb, 7. osztályban pedig úgy a középtájban, hogy ABC sorrendben van itt az első sorokban, talán lehet látni, Neumann Jánosnak a neve szerepel. Hargitay professzor úr mutatott egy korábbi bizonyítványt, én a 8. osztályos, ugye ez 8 osztályos iskola volt, most, hogy ne keverjék a régivel, most ezt 12-nek hívják, a mi időnkben 4. gimnazisták voltunk. Tehát a 18 éves Wigner Jenőnek az évvégi bizonyítványa, és ott a végén, hogy érettségi vizsgát tehet, és színjeles, egyedül testgyakorlatból látok ott egy jót. Ezt a képet tetszettek már látni, én abból a szempontból emelem ki, hogy a tanárok a második sorban ülnek. Nagyon sok ilyen képet láttak önök bizonyára, és az első sorban szoktak ülni a tanárok. Fizikát persze Mikola Sándortól tanultunk. Írta 1973-ban Wigner Jenő, amikor Marx professzor úrnak, a fizikai szemlet főszerkesztőjének az az ötlete támadt, hogy megkérte az egykori Fasori tanárt Vermes Miklós, hogy amíg élő Fasori diákoknak küldjön egy-egy levelet, és kérje meg őket, hogy emlékezzenek iskolás éveikre. Ugye három helyen volt ez az iskola, kezdődött a Deák téren, utána a Sütő utcába, és végül 904-be került a mostani helyére, de egységesen, hadd emlegessen én ezt mindig úgy, mint a Fasori gimnázium és Fasori tanárok. Jól lehet, van, aki már a Sütő utcába is tanár volt, például Mikola. A Marx professzor úr ideadta nekem ennek a levélnek a Xerox másolatát. Ha valakit érdekel, akkor előadás után meg is nézheti, és Marx professzor úr írásával ott van, hogy Wigner küldte. Hát nézzük akkor az eredeti kézírást. Fizikát persze Mikola Sándortól tanultunk, és büszkén mondhatom, hogy 2 év után annyit tudtam, hogy a fizikai kurzus a Budapesti Műegyetemen, vagy a Berlini Technische Hochschulén majdnem teljesen ismétlésnek tűnt fel. És elnézést kell kérnem, hogy én Mikolával kezdem, jól lehet a megbízásom arról szól, hogy Rácz Lászlóról többet beszéljek, mert ő éppen 150 évvel ezelőtt született, illetve, amint ez a levél is írja, és majd én fogom is mutatni, a legkedvesebb tanára volt Wigner Jenőnek, azonban Mikolához engem több szál köt. Ebben a teremben tartotta 1921-ben ő a székfoglaló előadását, tehát az akadémiához is ugye kötődik ő, illetve Nagykanizsán halt meg 1945-ben, akkor én 3 éves voltam, és körülbelül 500 méterre volt a kórház, ahol ő meghalt, és én hát nyilván nem tudtam akkor még Mikoláról, de a sírja ott van Kanizsán, és nagy örömömre szolgál, hogy most majd fogom mutatni a sírt. Halottak napján elmentem, és nagyon szép gondozott sírt láttam, tehát ezért kell elnézést kérnem, hogy Mikolát előrevettem. A másik elnézést kérés, hogy nem haladok a levélnek megfelelően, pedig fegyelmezni kéne magam, de elrontja az embert az internet, és ha már 3 fontos dolgot emlegetett Wigner ebben a levélben, akkor rákattintunk arra a 3 dologra,
Például, amit most már Tesliche Univerzitétnek hívnak Berlinben, és nem Hochschulének, mint annak idején, hogy vajon kölcsönös-e ez a viszony, megvan-e a szimmetria, hogy az intézmény is emlékszik-e a hallgatójára. Mit csak keresnem se kellett, kérem szépen, mert a főoldalon, a címoldalon azonnal ott van, hogy a 30-as évekig nagyszerű emberek jártak ide, a kémikus Bosch, a Fritz Haber, ugyanúgy, mint a fizikus Gustav Hertz, én emeltem ki, hogy a Wigner, aztán a Wolfgang Pauli, ott ők hagytak ki egy I-betűt, Hevesi, Gábor Dénes és Ruszka. Ők a Nobel-díjasok, akik ide jártak. És hát ugye örömmel látjuk a három döltbetűs, hogy ők magyar származásúak és nagyon sokáig tartózkodtak és tanultak Magyarországon. Még ha fölbeütöm a Wignert, akkor lehet látni, hogy egy épületet neveztek el róla, ahol a Szilárdtest Fizikai Intézet és egyéb intézetek vannak. Műszaki Egyetemnél már sokkal rosszabb a helyzet, mert hát 20 percig kerestem, nem mondom, hogy nincs, nem emlékeznek a régi nagy tanítványaikra, de 20 perc alatt én nem találtam meg. Ha beütöm a Wigner Jenőt, akkor megjelenik, hogy van egy diákszálló, illetve van egy szakkollégium a Műszaki Egyetemen. Ha bemegyünk az udvarba, kimegyünk az udvarra, akkor ott találhatunk egy Wigner szobrot. A szobor melletti hölgy az alkotó, és hát ilyen neves emberek vannak az oldalán, mint Bejci Antal, illetve Pavli Ferenc és a Ferenc is, már meghalt Gregus Pál, amikor avatták ezt a szobrot az első tudomány napján, 1997. november 3-án. Hát én magam tehetségtelen rajzoló vagyok, de a szobrokat nagyon szeretem, és az amerikai Buffalo csoport elárasztja Magyarországot, hát most hadd ne mondjam, talán szabad azt mondom, másod vagy harmadosztályú alkotásokkal, mi pedig boldogan befogadjuk. Ugyanez a szobornak az egyik mása megvan a Fasori Gimnázium dísztermének a bejáratában, akik bejáratánál, akik majd jönnek holnap után erre a túrára, látni fogják, hogy Wigner és Neumann szobor van a bejáratnál, és további három híres tanítványnak szobra látható még ott. Nikola Sándor Péterhegyen született, akkor az még Vas megyéhez és Magyarországhoz tartozott, és mint mondtam, Nagykanizsán halt meg. Amikor Washingtonban a kongresszusi könyvtárba jártam, hát hiúságomtól vezéreltetve első dolgom volt megnézni, hogy található-e ott Nikola Sándor könyv, és bizony örömmel láttam, hogy a Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadásában megjelent Nikola Sándor könyvet, ők az én közbejárásom nélkül megvették, és ott ezt meg lehetett nézni. Az épületet magát szintén érdemes megnézni, kérem szépen. Ez közvetlenül a Kapitólium mögött van. És ha az ember este elmegy, akkor a Kapitólium természetesen ki van világítva, de ez a csodálatos épület nincs, mert a tudomány palotája nem nyomhatja el a politika palotáját, de az olvasóterem az a központi, aminek a kupolája látszik, kérem szépen, az első szintől egy hatalmas nagy kupola, mint egy templom. Ha az ember oda bemegy, és ha dolgozni akar, akkor sokkal jobban tud dolgozni, mint egy modern, szögletes könyvtárban. Itt van az a bizonyos könyv, amely tulajdonképpen 4 kiadást ért meg, de az nem nekem köszönhető, hanem a Mikola Sándornak, mert olyan nagyszerű dolgokat csinált, hogy tanulni kellett tőle. Itt mutatok egyetlen példát. Az Anna Lender fizik 1906-os év folyamában bal oldalon látjuk ott, hogy Budapest Ágostani Hitvallású Evangelikus Főgimnázium 906. május 16-án küldte ezt be a Mikola, és tulajdonképpen ez egy módszertani cikk, egy mechanikus oszcilloszkópot talált ki, szerkesztett Mikola Sándor, és azt írta le. A jobb oldalon viszont Einsteinnek a cikke található, ahol a tömegközéppont megmaradás elve és az energia-tömeg kapcsolat, egyenlő rendszer-színézet kapcsolatról szól a cikk. Hát szóval azért ez egy csodálatos dolog, hogy egy ilyen tanár tanított a Fasori Gimnázium. Itt van az a bizonyos sír, amelyet most másfél hete fényképeztem, és mint mondottam, nagy örömmel szolgál, hogy ilyen szép állapotban van. Na jöjjenek akkor Wigner tanárai. Legnagyobb hálát és szeretetet volt tanáraim közt Rácz László iránt érzek. Rácz László, a képe az egyetemen a munkaszobámban van, nem csak az iskolában tanított. Neumann Jánosnak, kinek szinte egyedülálló tehetségét csirájában felismerte, magánórákat adott. Nekem pedig könyveket adott, amelyeket egy következő alkalommal megbeszéltünk. Nem volt tehetségpont, tehetségegyenes vagy tehetséggömb, sőt, tehetségeket támogató egyesületek szövetsége, mégis felismerték a tanárok és támogatták a tehetségeket. Itt látható Rácz László, aki 150 évvel ezelőtt született Sopronban,
és Budapesten halt meg 1930. szeptember 3-án. Többféleképpen is kifejezésre juttathatjuk azt, hogy a tanár és a diák milyen kapcsolatban van. Vannak, akik ezt tagadják, és azt mondják, hogy a könyvek vannak nagy hatással, meg hát valaki eleve az ilyen nagyon értelmes emberek, azok maguktól is nagy karriert futnak be. De Newton mondta, hogy azért láttam továbbra, mint mások, mert óriások vállán álltam, ki is nagyítom ezt a képet, és itt van az a bizonyos idézet, ugye, hogy a szobájában ott látható, Wigner szobájában a Rácz Lászlónak a képe, és ez az egész, az előbbi kép, az egy könyvből való, egy levelezős tanítványom, Rácz László tanár úr címmel írt egy könyvet, és majd még erre vissza fogok térni, mert ennek van egy értékes melléklete. Én magam inkább ezt a fasori napórát szeretném szimbólumként megmutatni, hogy a tanár szerényen ül, a kiemelkedő diák pedig ott áll, ugyan tisztelettel hallgatja, de hát az lehet Neumann, vagy Rácz László, vagy a többi kiváló fasori diák. A Nemzeti Galériában van, kérem szépen, egy Rácz László érem. Mert ahogy ő meghalt, a Volt Diákok Szövetsége egy nagyon szép márványtáblát készítetett Lux elekkel, és abban van egy portré, viszont vert és öntött formában érmeket is készítettek, és 32-től kezdve ezeket kiosztották, hogyha valaki emlékezni akar Rácz Lászlóra, illetve az ő tiszteletére tartott évenkinti megemlékezésre, akkor lehetett ilyen érmet venni. Érdekes módon ebben a könyvben még az szerepel, mert a tanárnőnek, aki ezt írta, németné Papp Kornélia, azt mondták, hogy nincs a Nemzeti Galériába érem. Én tanítom fizikatörténeten, hogy nem szabad hinni sem a szóbeli közlésnek, sem sokszor a leírt szövegeknek sem, hanem tessék eredeti dokumentumok alapján utána nézni. Újra mentem a Nemzeti Galériába, és kérem szépen, ma délelőtt még itt van, amiben csomagolta Tokai Gábor, az éremosztály egyik munkatársa. Igenis megvan ez az érem, és itt most elhoztam önöknek, meg majd be fogjuk mutatni a Fasori Gimnáziumba is, amelyet Rácz László tiszteletére annak idején készítettek, illetve a tisztelőinek kiosztottak. Életműdíjat is neveztek el róla, és ebben a teremben osztják most már nagyon régóta, 3-4 évig a Víg Színházban volt a nagy ünnepség, és ez éppen a tavalyi díjosztóról mutat egy képet, amint a oklevelek és a díjak ott sorakoznak. Na, menjünk tovább, Wigner bemutatja a tanárait ebben a levélben. Oppel Imre nem csak a mérton elemeivel ismertetett meg minket, torna tanárunk is volt. Ő volt egyik legfiatalabb tanárunk, és egész nemrégi haláláig fenntartottuk kapcsolatunkat. Itt látható Oppel Imre, és az Oppel Imrehez kötődő kapcsolat, tudnék, Györgyi Gézának 33 levelet írt Wigner Jenő, tudnék, Györgyi Géza fordította Wigner Jenőnek a műveit magyarra. És 1961. december 27-én a Princetoni Palmer laboratóriumból azt írta a levélben, hogy azt kérdezném végül öntől, lehetséges-e az, hogy tiszteletdíjam előlegét egykori tanáromnak, Oppel Imrének küldjék, címe, mint azt ön tudja, Gyénes Diás 186 Veszprém megye. Nyilván onnan tudta ezt a Györgyi Géza, mert már egy korábbi levélben is írt erről neki a Wigner Jenő, és két helyen is írja, hogy a Györgyi Géza féle fordítás better than the original, jobb, mint az eredeti, és úgy gondolom jobban hangzik, mint az eredeti, írja egy másik helyen, tehát rendkívül elragadtatással írt Györgyi Gézáról és az ő fordításáról Wigner Jenő. Itt látható a tragikusan korán elhúnyt és fantasztikus, értelmes és nagyszerű ember volt. Mindenre emlékezett, fizika történeti dolgokról valamit említettem neki, napra pontosan tudta mondani, ugyanakkor ugye egy magfizikai könyvet írt. A Palmer laboratóriumról itt van egy fotó, amit egy másik magyartól kaptam meg, Szemál Lajostól, itt dolgozott akkor a Wigner Jenő. Viszont most, ha járnak önök Princetonban, akkor a Fine Hall-ba tessék elmenni, hát ez már egy modern épület, nem olyan szép klasszikus. Ugye amerikaiak próbálják Európába érezni magukat, és az ember elmegy Princetonba, akkor nagyon sok épület olyan, mintha Oxfordba vagy Cambridgebe lennénk. Hát, nosztalgiáznak. Na, a Fine Hall az egy modern épület, de ha fölszintenbe bemegyünk, akkor ott van egyszer a fizikai és matematikai épület. Az összes Nobel-díjasnak a képe,
aztán akkor közvetlenül a könyvtár falán ott vannak a Princetoni Nobel-díjasok, és vele szemben két festmény van, a Wielernek, illetve a Wigner Jenőnek, Iréne Hest által megfestett fényképe. Ha hátat fordítunk és bemegyünk a könyvtárba, akkor ott látható az eredeti Nobel-díj, és a könyvtárosokat én rendkívül módon szeretem, mert szolgálatkészek, kedvesek. Üveg vitrin mögött van, kinyitották a vitrint, és tartotta a könyvtáros, hogy én tudjak róla felvételt készíteni. Elmentem a háza előtt is, Frey Zsolt ösztöndíjjal volt ott, ő kísért. Még akkor élt 93-ban Wigner Jenő, de azt mondták, hogy nem érdemes vele beszélnem, mert a régi dolgokra emlékszik, de például ő elment vele vacsorázni, és nem tudta szegény, hogy hol van. És Barsz professzor azt mondta, hogy Amerikában egy csepp vérből meg tudják mondani, hogy az ember hogy öregszik meg, úgy, mint Baj Zoltán, meg Szent György, hogy teljesen tiszta aggyal, vagy pedig úgy, mint ahogy Wigner Jenő. A sírjának a fotóját is ettől a Szemán Lajostól kaptam, akkor én a Neumann sírját tudtam lefényképezni, nyilván mert ő két évvel később halt meg. Térjünk vissza Wigner tanáraira. Az irodalom a versek szeretetét Wigner Jenő Gretzmacher Jenőtől tanulta. A tantárgy megszerettetése rendkívül fontos egy tanár életében. Vannak rendkívül precíz, nagyszerűen tanító tanárok, de elriasztják a túlzott szigorral, meg esetleg az embertelenséggel a gyereket a tantártól. Kubacska. Természetrajzot tanított, és nagyon sokáig nem tudtam, mit szeretek jobban, növénytant vagy matematikai fizikát. Hát micsoda távolálló két dolog. Hát akkor még pláne leíró dolog volt a növénytan. Nem úgy, mint a molekuláris biológia, meg ilyesmi nem volt. És mégis, meg tessék nézni a finom fogalmazás, hogy matematikai fizika. Tehát az elméleti fizikához vonzódott már akkor a Wigner Jenő. Itt található Kubacska András. És emlékszik Wigner iskoláira is. Kardos István 1972-ben csinált vele egy riportfilmet, ahol a Györgyi Géza is ott volt Triestben egy konferencián, és ezt a riportfilmet a Tudóra adásában mi 1998-ban Gazda Istvánnal megismételtük. Az volt a eljárás, hogy előtte beszélgettünk mindig, a Kardos István is beszélt, meg a Gazda Pista, meg én az adott tudósról, és utána levetítették a régi filmet. Most akkor az a beszélgetésből van. A századik évforduló kapcsán gyűjtsük össze Magyarországon felelő fizikus emlékeket, és hát Jedlikány Püspök során található a legtöbb ilyen jellegű emlékhelyi szobor, festmény és iskola felmentés. Illetve nézzünk részletet a 1972. szeptemberében a Triestben lezajlott konferencia alkalmával két délután vették fel, hogy ne fárasszák Wignert ezt a... Ismét Magyarországot úgy indultam meg, és nagyon hálás vagyok sok mindenért, amit Magyarországon tapasztaltam, és amit Magyarországon élveztem. Különösen hálás vagyok az Ágostai Hitvallású Evangélikus Főgimnáziumnak, ami a Pasorban volt, és ahol annyi sokat tanultam, nem csak tudomány és nem csak tudás, hanem emberi dolgokat is, a bekötelezettséget, a tudomány, a tudás és a tanítás iránt. A tanítók mind örültek, ha a tudásukat terjesztették és átadták a diákoknak. És ez nagy hatással volt rá. Tudomásom szerint ebben az iskolában a tanulóknak a jelentős része maga is foglalkozott kutatókkal. Igen, a tanulók jelentős része kutatott kutatómunkát, leginkább a Mikola Sándor, aki írt egy igen kitűnő fizikai könyvet. Egy kicsit különös ember volt, és gyakran muradtatott a szóvalkozottságában, és ahogy viselkedett, néha nevette a szemüvegét, töltette a szemüvegét, levette a szemüvegét, töltette a szemüvegét, de szerették őt, becsültük őt, és ha az ember mosolyog valakit, az nem jelenti azt, hogy nem szerették őt. Nem tudom, hogy mondják, hogy ásványkori állapotnak a őskori állapot, igen, bocsánat, kérek, az őskori állapotnak az úri
óriási állapotnak az életében foglalkozni, és nagyon jó és érdekesen van leírva. Itt a továbbiakban beszél még arról a könyvről, amelyet Rácz László írt, és amelyből ő, amikor kicsit fáradt, akkor feladatokat old meg. Ugyanis Rácz Lászlónak két hatalmas teljesítményét kell kiemelnünk. Az egyik a középiskolai matematikai lapoknak a szerkesztése, a feladatok megoldása és a diákoknak az értékelése. A másik pedig a Mikola Sándorral közösen írt differenciál és integrál számítási tankönyv. Na most tulajdonképpen ez a könyv, amire hivatkozik Rácz Lászlónál a Wigner Jenő, a korábbi lapszámokból válogatott feladatok, és ezeket oldotta meg Wigner Jenő még idősebb korában is, és két feladatot kiemeltem, egy számelméleti feladat, tessenek fiúk figyelni, és hát a felnőttek is megoldhatják. Hányszor fordul elő 5, mint osztó az 1-től 50-ig terjedő számokban? Aztán volt olyan, hogy tréfás feladatok, itt pedig egy angol hajóskapitány lázadó legénységét úgy büntette meg, hogy minden tizediket lelövette, mindaddig, mind a 32 emberből csak 16 maradt meg. A legénység egyik fele angol, másik fele skót volt, a kapitány, ki jobban kedvelte az angolokat, úgy intézte a dolgot, hogy csupa skót került tizediknek. Hogyan állította fel a legénységet? Kömal egykoron, Rácz László és Antal Márk szerkesztésébe is, természetesen színes címlappal a mai napokban. Itt van az a bizonyos infinitészimális számítások elmei a középiskolában, amely Rácz László és Mikola Sándornak a műve. A mai napig nem tanítják, kérem szépen, középiskolában a differenciális az integrál számítást. Tanulnak statisztikát, tanulnak valószínűségszámítást, holott volt a 20. század elején egy matematikai reformbizottság, amelyben együtt dolgozott Rácz László és Mikola Sándor, és volt egy fizikai bizottság. A matematikai bizottság be tudta a munkáját fejezni, a fizikai nem, mert közben kitört a világháború. De Zemplén Győző is bent volt a fizikai bizottságban, és egy előadásában hangsúlyozta, hogy azért nem értik a középiskolai diákok a fizikát, mert nem tanítják meg őket a differenciális, az integrál számítás elemeire. Amikor 73-ban hazajött Szentgyörgyi Albert és Bajs Zoltán, akkor Maszkorszorú elintézte, hogy én tudjak egy riportot csinálni Bajs Zoltánnal, akkor azt hittem, hogy még ő is a Fasoriba járt, mert hát minden híres ember csak oda járhatott, de Bajs Zoltán a Debreceni Református Kollégiumnak a gimnáziumában járt, és azt mondja, hogy alsós koromban megszereztem azt a nagyszerű könyvet a felsősöktől, és megtanultam belőle a differenciális, az integrál számítást. Tehát ez volt Rácz Lászlónak az egyik hatalmas műve, és Mikolának is sok szerepe volt benne, mert a könyvnek a másik fele az a fizikai alkalmazásokat tárgyalja, és ez teljes egészében reprintben megtalálható ebben a nyomtatott könyvben, illetve az előadás végén kifogom azt a helyet mutatni, ahol az interneten is az elérhető. Na végre térjünk már rá a Fasori gimnáziumra, itt látható ez a csodálatos épület, amit én azt mondom, hogy a tanítás palotája. Sopromi liceum is az volt, ahova járt a Mikola és a Rácz László és az idős Renner, a Renner János édesapja, az óbácsi tanította őket. Vermes Miklós is ide járt. Tessék megnézni a főtéren a mellette lévő földszintes épületeket. Most a postapalota van, ha szembeállunk a bal oldalon ezen épület mellett, és akkor az Zemplén Győzőt emlegettem, itt van a Fiumei iskolája, mert ő Fiumébe járt középiskolába egykoron, illetve amikor nemrég ott jártam, lefényképeztem. Itt megint ugyanaz van, amikor belép az ember, csodálatos az aulája, és kötelezi a diákot, hogy ilyen környezetben neked bizonyítani kell, neked tanulnod kell. Fasori csoda. Kitalálták, kérem szépen, Mesterek és Tanítványok sorozatban a Pedagógiai Könyvtár és Múzeum mind dolgozói, hogy írjunk már egy ilyen könyvet, hogy a Fasori csoda. Rácz László, Mikola Sándor, a két tanár, és Wigner Jenő és Neumann János, a két diák, akiről írni kellett. Blaise Pascallal egy kicsit többet foglalkoztam, ugye a mechanikus számítógépet csinált, a francia irodalmi nyelvet ő alapította meg, és definiálta, mi az a csoda. Azt mondja, olyan hatás, amely meghaladja a létrehozása az alkalmazott eszközök természetes erejét. Most nézzük meg, tényleg csoda történt a Fasorban, a természetes erőt valóban meghaladja, vagy pedig mi volt az, ami miatt olyan nagyszerű volt? És kérem szépen, a szálak Ötvös Lóránthoz vezetnek vissza. Leon Lederman, az isteni részecske, ami most ugye különösen aktuális lett, hogy megkapta a
Higgs a Nobel-díjat. A csodálatos az a könyv, a magyarul is megjelent. Itt én itt mutatom Lédermant, meg itt egy angol kiadást. És azt mondja, hogy a történet, feljegyezték azt, hogy a ötvösnek a oktatási sikerei vezettek a géniuszoknak a robbanásához, és akkor sorolja, hogy Teller, Wigner, Szilárd, a matematikus Neumann, mind Budapestről jöttek az ötvös ére alatt. Megcsinálta, ugye édesapja nevéről nevezte el az ötvös kollégiumot, és több helyen írta, hogy minden a tanárokon múlik az oktatásban. Ezt ma se ártana tudomásul venni, felemelni a fizetésüket, nagyobb szabadságot adni nekik, nem pedig gusba kötni, hogy délután négyig bent kell lenni, és minden lépésüket adminisztrálni, hogy mikor mit csinálnak. Megválogatták a tanárokat, tehát megint nem csoda, hanem megvan, hogy mitől olyan volt nagyszerű az az iskola. Szakmailag és emberileg, ugye az évele, vagy az előadás elején mondtam már, hogy nem elég az, hogy nagyon tud az ember, az a tanár, hanem bánni is tudjon a gyerekkel. Szeretett és tudott tanítani, sokoldalúak voltak. Nem is lehettek azonnal a tanárok. Óraadó, gyakorló tanár, és utána nevezték csak ki őket. Rendes tanárnak, székfoglaló előadást kellett tartani a gimnáziumban. A nevelő munka, ugyanezen sorozat, amit mondtam, hogy visszaírtak az egykori fasori diákok, nekem ezt tetszett a legjobban Moravcsik Mihálynak, az Oregoni Egyetem fizika professzorának a leveléből idézek. Mindenek előtt a gimnáziumban tanultam meg, hogyan kell dolgozni, hogyan kell önfegyelemmel és koncentrálással a képességekhez képest maximumot produkálni. Én ezt rendkívül fontosnak tartom. Akkor persze ezt nem tudtam, de később beláttam, hogy tehetség és adottság csak egy kis része a sikeres tudományos kutató szükséges fegyvereinek, munkaképesség, céltudat és koncentráló képesség valóban nagyobb szerepet játszanak. És erre neveltek a fasorban. Vezető tanárok is voltak tanárképzésbe, bekapcsolták őket. A Hitrichödön volt Wignernek az igazgatója, vezető tanár volt Kubacska, Mikola, Rácz, Hazai Olivér, Oppel Imre, Renner, Kerecsényi Réz és Reszmacher. Mikola tanítvány emléke. Jelentkező könyv a Budapesti Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézetben. Kovács Györgyi, aki Zala megyében Bántornyán 1908. július 25-én született, háromszakos tanár, matematika, fizika, kémia. Ugye, ha valaki tanár akart lenni, akkor az alapstúdiumok mellett be kellett ide iratkozni, és fel kellett venni ezeket a tantárgyakat. Mikola Sándor tanított neki ilyet, hogy az elektromos jelenségek tanításának módszertana és kísérletei, és fél év elején és fél év végén aláírta Mikola, Fejér Lipót, Tankároly és Libár István nevét látjuk még itt az indexben. És Györgyi néni, akihez hónap után fogok menni, mert teljes szellemi frissességben, hónap fogok menni, köszönöm szépen, teljes szellemi frissességben a mai napig követi. Kérem szépen, megelőzött a Nobel-díj hirdetés a napján, mert fel akartam hívni, hogy mondom neki, hogy Györgyi néni, kérem, és ő előbb fölhívott engem. Laci, ugye hallottad, hogy a Higgs megkapta a Nobel-díjat. Na most ő mondta, hogy ugye a Vermes Miklós tanított minket módszertanra, és ő bejött az egyetemre, hozta a kofferjét, abban néha mutatott egy-két kísérletet abból, de a Györgyi néniknek ki kellett menni a fasori gimnáziumba, és ott tartotta a módszertani órát. Tehát tessék elképzelni, minden alkalommal tudott kísérletet mutatni, bent az iskolába tanított arra, hogy hogyan kell tanítani. Doktoráltak a tanárok, hát most csak senki más, mint Wignert nézzünk, mind a két magyar tanár, valamennyi történelem tanár, egy, kettő, három, körtőlem tanár, latin tanár, biológia, vallástan tanár, görög tanár, mind doktori fokozattal rendelkezett, csodák csodája nem volt kutató tanárok szövetsége, mégis tudtak a középiskolai tanárok doktorálni és eredményeket elérni. Elismerték a tudományos munkát, Mikola Sándor, mint említettem, akadémikus volt, és még további 17 fasori tanár, ebben mondom bele, számítanak a Deák téri, illetve a Sütő utcai emberek is. A Melichet azért emeltem ki, mert itt az előbb az indexben Melich Jánosnak az aláírása látható ott alul, és Melich együtt dolgozott Mikolával a vend nyelvvel kapcsolatos munkákon. Írja itt tovább ebben a levélben a Wigner, hogy sokat segített a tanároknak, hogy kapcsolatban lehettek az egyetemi emberekkel. Egy szombat délután együtt töltöttek velük egy budai kávéházban, később egy párszor engem is meghívtak oda. Hát tessék elképzelni, micsoda megtiszteltetés volt, amikor egymást is magázták még a gimnazisták, hogy akkor a tanárok, a akadémikus tanár, meg Beke Manó, a egyetemi tanár,
együtt kávézott Vignál Jenővel. Kiválóak voltak a tárgyi feltételek, csak szíveskedjenek végigfutni, sokkal hamarabb lehet elolvasni, mint ahogy én ezt elmondanám. És a fizika szertárt csak két dologgal szeretném jellemezni. Ugye Mikola fejlesztette azt, hát mondhatom azt, hogy világhírűvé azt a szertárt, és Mikola 21-ben a szilárdtest fizikai kutatásaiért, az elektrét előállításáért és az azzal kapcsolatos felfedezéseiért kapta az akadémiai levelező tagságot. Ez az elektrét tulajdonképpen permanens mágnesnek az elektromos megfelelője, az elektromos töltését tartósan megtartó dielektrikum, és itt Mikola magyarázta meg, hogy nem teljes az analógia, mert a szabad töltéseknek is van szerepe, és ezt a mai napig a világ minden táján erre hivatkoznak. Hol végezte a kísérleteket? A Fasori Gimnáziumnak a fizika szertárában. Tehát adva voltak azok az eszközök, amellyel ő ilyen világhírű eredményt tudott elérni. Írja a szertár őre Mikola Sándor, hogy amikor a háború után visszakapták a röntgenkészüléket, akkor az elnyőt sértve kapták meg. Tehát nem, hogy demonstrációs röntgenkészülék volt, hanem olyan röntgenkészülék volt, amit az első világháborúban kölcsön tudtak adni azért, hogy röntgenfelvételeket készítsenek. A nevét a Mikola Cső őrzi, hát ez a buborékos cső, biztosan tetszenek ismerni tanulmányaikból, viszonylag egyenletesen megy az a cső, a matematikája elég bonyolult, hogy miért megy az ott egyenletesen. Sok szépet lehet vele kapcsolatban kimérni. Ugye említettem az előbb például azt a mechanikus oszcilloszkópot, ez egy sokkal jelentősebb alkotás. Arany János önképzőkör volt már róla szó. Érdemkönyvben maguk írhatták be a tanulók az eredményeiket. És 19. február 8-án Wigner Jenő a relativitás elméletről tartott előadást, érdemkönyvi megörökítést nyert. Fussanak végig kérem szépen, hogy mi volt a téma. Látszik belőle, hogy tökéletesen értette a relativitás elméletet, valószínűleg Rácz László adott neki olyan német nyelvű könyvet, hát nyilván az édesanyja német anyanyelvű volt, nem volt neki nagy dolog megértenie, amiből aztán ő megtartotta ezt az előadást, illetve november 28-án a Jókai című értekezését, amit Vámoser Pál tartott, Wigner beírta, hogy ugyanezen az ülésen érdemkönyvi dicséretet nyert Wigner Jenőnek ezen értekezésről írt bírálata. Ötvös Lórától szoktam mindig idézni, ugye őnélküle soha nem megyek előadást tartani. Egy kedves tanítványom, Barták Csabának van egy ötvös szobra, és ahhoz készült portré van itt velem. És a ötvös József írta a Lóránnak Heidelbergbe, hogy használ ki az egyetemi éveket, mert ahhoz, hogy egy fa magasan nőjön, a gyökereit nagyon széles körben kell a földben kiterjeszkednie. Tehát látszik, hogy Wigner Jenő sikereinek is az egyik titka talán az lehetett, hogy az irodalomat épp úgy szerette, és a növénytant épp úgy szerette, mint a fizikát. Zenei élet, 200 tagú kórus, 30 tagú zenekar, diákhangszeres szólisták, Oppenheimre, akiről ugye volt szó, bevonult katonának, 5 hegedűjét ajándékozta az egyesületnek. Sport, kirándulás, nagyon fontosnak tartották a görög szellemben, épp testben, épp lélek, Diáksport Egyesület, Diáksportkör, túrák, tanulmányutak nagyon fontosak voltak. Színházi élet, ők maguk is jártak színházba, és maguk is mutattak be műveket. Megint érdekes, nem volt drámatantárgy, mégis mutattak be a diákok színműveket. Ösztöndíj alapítvány, Döprendei Károlynak volt egy ösztöndíja, a legjobb magyar dolgozatot írt tanul, és a tanára is kapott egy aranyat. Lam Dezső, egy elhunyt diák emlékére a szülők 18 korona évenkénti ösztöndíjat ajánlották fel, Wigner Jenő 5. osztályos korában, 16-17-es tanévben megkapta. A Weiss Antal ösztöndíjat 2020. július 3-án az érettségi vizsgáló bizottság Wigner Jenőnek ítélte. További jutalmak, 5. osztály legjobb matematikusa Neumann nyert 10 koronát, 16-17 iskolai értesítőből megtudhatjuk, hogy Wigner Jenő szülei is az alapítvány tevők közé tartoztak. És Hargitai professzor úr említette, hogy a nem evangélikus vallásúak mennyivel magasabb tandíjat fizettek, és ebből, meg a bukott tanulóknak a tandíjaiból és magasabb díjaiból jutalmazták aztán a legkiválóbbakat. Itt kézírással is mutatom ezt az előbbi kitüntetést, amit, illetve díjat, amit a Lam Dezső díjat ott alulról az 1-2-3-4-5-be Wigner Jenőnek, ott a sor elején lehet látni a Wigner Jenőt, és még azért is vetítem ki, mert köszönetet mondanak ott az elején Rácz Lászlónak, aki a karácsonyi
gyűjtésben segített. Volt Növendékek Egyesülétének volt tagja, vezető szerepet is játszott benne, lehet látni, hogy először még csak tanársegéd, később nyugalmazott tanár, minden diákot felkészítettek. Az volt a sejtésem, hogy hát ez végül is rendben van, mert azért lett iparos, meg katona, meg kereskedelmi kereskedő belőlük, de alapvetően ez az iskola értelmiségi képző volt. Utolsó mondatot, a Marsz professzor úr itt kíséri a Wigner Jenőt. Elmentem az emlékkönyvéből, kifotóztam, mindenkinek van hibája, nektek is vannak, így a Wigner Jenő. Túl kedvesek vagytok, de hálás vagyok érte. Marsz professzor úrra szeretnék tisztelettel emlékezni. Itt is volt egy emlékülés a 100. évfordulón a mellettünk lévő teremben. Nem egészen egy hónappal halál előtt tartotta az előadást. Vastag György kollégámtól egy másik fotó, ugye mindig írásvetítőt használt. Itt az egyik könyv a Mekken, ott a másik, itt majd meg lehet utána nézni. Elhoztam egy szobrot is, ezt pedig a Ötvös Egyetemről hoztam el. A tévében is bemutattam abban a riportban, Farkas Pálnak az alkotása valamivel jobb, mint az a műegyetemi szobor, de ennél is el tudunk jobbat képzelni. Megbetessék fölmenni, teljes Wigner Jenő gyűjtemény az Omikból. Ott megtalálható, itt van néhány könyv, és akkor ezzel szoktam befejezni a gimnáziumi óráimat és a főiskolai tanításomat is, amikor utolsó órán voltak nálam a hallgatók. Megismételjem, hogy hálával és szeretettel gondolok a középiskolára, ahol oly sokat tanultam, hogy gyakran emlékezek vissza talán vágyódással a napokra, melyeket benne töltöttem, hogy órákig tartana, ha mindarról beszámolnék, amire vele kapcsolatban emlékezek. Azt hiszem, aki hasonló érzelmeket táplál, úgyis tudja mindezt, és sok más, amit szavaim csak sejteknek. Köszönöm szépen!